Üdv mindenkinek, sziasztok! Ebben a kis rövidecske videóban bemutatom nektek a kötözőgépet, amivel dolgozni fogunk. Nyilván kell metszőolló. Ez amúgy jó vásár volt, 7000-ért. Japán penge, mondanom sem kell. Csináltam róla a videót, és azóta se volt élezve, és az égvilágon semmi baja. De most nem is arról szól a videó, hanem erről. Kötözőgép. Ezt még olyan 7000 forint tájékán vettem. Lehet, hogy csak 6500 volt, nem tudom. Ez egy nagyon egyszerű kis szerkezetnek néz ki, de nem az. Először is van benne egy kis átlátszó szalag, ami néha piros, de néha zöld, illetve tűzőkapocs. Két funkcióval kell csinálni. Hát ezt a Stand Pro gyártja. Amúgy ugyanígy néz ki ez az olcsó kategória az összes. Mindre mást írnak. Van japán is, 22000 forinttól indul, vagy 20000-től. Gondolom az ilyen nagyobb gazdaságokban már jobban megéri. Ez is olyan, mint hogy most vesztek egy multicég által gyártott, vagy forgalmazottat, vagy pedig egy ilyen neves japán, vagy német gyártótól származtatott kézi szerszámot, hát ez is ugyanaz, de ezt szerintem, már leteszteltem előtte, hogy így el tudja mondani a véleményemet, szerintem tökéletesen jó házi kerti felhasználásra. Először is kell neki egy rövid nyomás, így, egy nagyon pici, így szippantja fel a szalagot, és most így csinálunk egy próbát, így, itt pedig oda tűzi, és kész. Így fog működni a szőlőnek a megkötözése is. Most újra jön a művelet. Pici kattintás, felveszés, utána meg az egészet puff össze kell, és ennyi. Amit észrevettünk, egyik barátomnak is van ilyen, néztük, hogy valami nem működött. Ez itt kiakadt, ez a kis rendszer. Mondjuk ennek nem, az övébe kiakadt. Nem tudom, miért lehet, az kifogta szegény, de vissza kell akasztani, vagy nem tudom, mit lehet vele csinálni. És akkor nyilván nem úgy vette fel, de hogy visszapattintottuk, már működött tökéletesen. Még valami. Megmutatom nektek a szalagot. Itt van a szalag. Ez 160 forint, 150 forint környék, egy ilyen nagy vastagabb szalag bele. És a tűzőgép kapocs pedig, ezt itt lehajtom. Persze nem erre kell, hanem a másik irányba. Nem tűző, itt megy a szalag, itt be lehet fűzni szépen. Ezzel sincs gond. Tűzőgép kapocs van még benne, ami hozzávaló. 10000 darabot adnak, körülbelül 800 forintos áron, ami kihúz egy szezont, de ez a szalag, ez nagyon-nagyon fogyik, de ott is majd mondok trükköt, hogy hogy lehet egy icipicit spórolni. Nem az ára miatt, csak az, hogy ne kelljen olyan sűrűn cserélni, mert nem egy nagy áramért adják, de mindjárt mutatom azt is. Hozzuk a kaméleont. Jaj, bocsi, ez a fantázia neve. Így. Itt átjövünk, alatta. Kész. Csak már annyit dumáltam, na ez is elbaszódott. Na jó, így. Át. Na. Be is szart az egész, gyerekik. Jaj. El kéne vágni. Jó, újra felvesszük. Ez az tökéletes munkát végeztünk. És akkor itt át csináljuk. Remélem most kifogyott a tűzőkapocs is. Most pedig használjuk a gyors kötözőt. Ez az nem gyors kötöző, hanem növénykötöző. Így. Hopp, ez el is engedte. Már megint. Így. Úgy megkötöttük. Kicsit laza lett, de egy kézzel nem olyan biztos, mint két kézzel. Na, így mi? Na, így most megfogatom. Utána megint csicsett. És össze van csettentve. Csattintva. Ezt elhúzom. Látható, hogy itt van az első paradicsom kezdemény. Tehát ezt is le kéne szedni. Elméletileg, pedig itt már virágzik. De hát annyi baj legyen, szedjük le. Ezt mondja a nagykönyv, így. És akkor itt már jövünk fel. Bocsi, szóval jövünk fel. Így, megint egy csettintés. Így.
és szépen meg is vagyunk egy paradicsommal, amit mindjárt ki fogok kapálgatni szépen. Szóval ez a gyors kötöző iszonyat jó. Egy csettintés és így. Mindjárt bemutatom, hogy hogy kell a szalagot belefűzni. Úgy szét lehet pattintani az egészet. Itt az újat itt végig vezetitek. Így. Itt pedig itt kell nyilván a középsőbe, ahol volt. Ha befókuszálna, várjatok. Itt pedig itt felhúzzátok, meg is mutatom, hogy hol. Hátul. Úgy, ott szépen befűzitek, kész. Ennyi. Ó, meg is szúrt ez a szar. Jó. Ennyi, és akkor egy kis nyomás felhúzza, és egy iszonyat nyomással meg össze is tudjuk kötözni, ami mondjuk itt kimaradt, de már nem maradt ki semmi. Egyetlen egy hátrányát látom, hát majd ugye ezeket a kis odakötözött kis vackokat, majd ősszel, mikor lehúltak a levelek és hasonló dolgok, nyilván lehet ez is el fogja majd itt engedni, nem tudom még pontosan, de ez mind le fog hullani a földre. Annyi ötletem van, hogy egy jó kis fűnyírózással esetleg, az majd fel fogja szívni, végig kell menni az egész területen, nyilván a szőlők alatt is, és a fűnyíró fel fogja szívni a fűgyűjtő tartályba, és utána azt pedig valami szelektívbe ki kell dobni, nem tudom. Jobb ötletem nincs, vagy pedig kézzel egyenként összegyűjtögetni. De amúgy nagyon jó egy kis találmány, hogy ajánlom mindenkinek, vegyetek növénykötözőt. Sziasztok!